A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Augusztus 20-án, Szent István ünnepén, nemzeti ünnepünkön, ebben az esztendőben is számos olyan Fejérvár megyei, illetve székesfehérvári kiválóság vehetett át elismerést, akik azt hiszem, hogy öregbítik egyrészt választott hivatásuk, a kultúra területén, a közélet területén végzett munkájuk alapján a Székesfehérvár és a vármegye hírnevét is. Ezúttal is egy olyan valakit hívtam meg, aki nagyon-nagyon fontos szerepet játszik Székesfehérvár kulturális életében. A Vörös Marti Társaság tagja László Zsolt, székesfehérvári költő és íróbarátunk, aki Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Budapesten Novák Katalin aláírásával. Én azt gondolom, hogy az a kiemelkedő irodalmi pályafutásnak itt volt az ideje, hogy ezt megkapd. Gratulálok ezúton is, mindannyiunk nevében. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt, és köszöntöm én is a nézőket. Mi volt az első gondolatod, amikor megkaptad az értesítést? Megmondom őszintén, hogy szinte mindenki azt mondja, hogy meglepődik. Hát most nem kell meglepődni, ezen is azt mondom, hogy meglepődtem. Nem várt időpont volt. Egyébként olyan várományosnak éreztem már magamat, hozzáteszem valamiféle elismerésre, de hogy ebben az időpontban is pont ezt elég magas szintű állami kitüntetés, sőt talán a kategórián belül a legmagasabb, ezt nem vártam, és meglepett. Olyannyira meglepett, hogy gyakorlatilag az átvétel napjáig nem is tudtam értékelni, fölfogni, hogy ez azért egyfajta súllyal jár, és amikor az átadó ünnepség volt, és ott nevek hangzottak el, kollégák, pályatársak, országosan, mindenféle kategórián belül, akkor döbbentem rajta, nagyon értékes emberek a kitüntető és berészesülő társaim is. Igen, hát ezt át kell gondolni ilyenkor. Mérleget készít az emberfia, hogy mi is történt mindez idáig vele, ír adott esetben így, mint nálad írói, költői pályafutása során, tehát ez egy nagyon fontos. Egy kicsit kezdjük azzal, hogy a Vörös Marti Társaság tagját így mutattalak be, ez nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életedben. A köznapi léted az természetesen a hivatalnoki, aki egy nagyon komoly munkát végez mindannyiunk érdekében, ugyanakkor a Vörös Marti Társaságnak nem különben, hiszen ne feledjük, a Vár folyóirat szerkesztőjeként, mielőtt a könyveidről, a költészetről, illetve a többiről beszélnénk, nagyon fontos szerepet játszol. Mi mindent kell tenni azért a hétköznapokon, hogy egy Vár megjelenése, ezt a szerkesztőtől kérdezem, valódi ünnep lehessen? Hát először is kell egy jó szerkesztőgárda, de hát ez egy háttér. Kell ennek azok a gondolatok, az a fajta elhivatottság, hogy nem minden a pénz, nem minden a piac, és az értékeket nem feltétlenül kell dollárba, meg forintba, meg kamattal mérni. A második az, hogy valahonnan el kell indulni, tehát hozni kell tudni magunkkal egyfajta bölcsességet, kitartást, elviselni egymást, és megérteni egy másként gondolkodót is. Azért ünnep a Vár, mert egyáltalán létezik. Tehát önmagában a maga létezése már egyfajta ünneplésre méltó esemény, minden áldott szám. Annál is inkább, mert lassan Bobori Zoltán főszerkesztésével, ugye 2009-ben, 10-ben indult a Vár, mint hézakpótló, mint hiánypótló folyirat. Éveken keresztül az Árus elhalását követően nem volt olyan sajtóorgánum, ami rendszerességgel fűzte volna egybe a helyi, illetve a megyei, most már országos szerzői kört. Jó visszalátni minden értéket. Jó visszalátni azt, hogy rajtunk kívül mások is gondolkodnak. A világot valaki így látja, valaki amúgy látja. Érdemes tanulni ezekből,
érdemes ezek fölött elmélázni, de szórakozni is lehet. Tehát a vár számomra néha egy igen megterhelő feladat, munka, kötelezettség is, de néha bármilyen meglepő szórakoztat is, tehát szórakozás is. Most nagyon nehéz elmondani azt, hogy valaki ott szeret csinálni, ami szórakoztatja, de bevállalja ezt a fajta szórakoztatást, szórakozást, ami egyébként munkateherrel is jár. Nyilvánvaló. Nagyon-nagyon fontos a te időszakodból az évezred utolsó napja. A Vándorfüzérre gondolok, én azt hiszem, hogy az 1999-ben került az olvasók elé, és utána viszont ez áttörést jelentett számodra? Igen, hát valóban mélyebbre, megelőzőbb időszakra kell visszanyúlni, mert valójában az én publikációs ténykedésem a 80-as évek közepétől indult. Hát a Takács Imre nevét mindenféleképpen meg kell említeni, Péntek Imre nevét, megemlíthetném Fodor András nevét, tehát több olyan ember volt, aki felfigyelt arra, amit csináltam, de hát nyilvánvaló lévén kezdő és lánglelkű fiatal kötet, erről nem is gondolhattam, tehát ehhez kellett azért egy rendszerváltás is, azért hozzá kell, hogy tegyük. Ott nem csak a rendszer változott meg, hanem vele együtt nagyon sok minden. És valójában az első kötetem az egy válogatás az addig megírt versekből, tehát 10-15 évet kellett arra várni durván, hogy ez egy kötetté álljon össze, és ennek az 99-ben jött el. És meglehetősen gyorsan kerültél, ha úgy tetszik, az olvasók elé Székesfehérváron határain túl is, hiszen nem csak itthon, hanem több határon túli labban is publikáltál, antológiát szerkesztettél, könyvet, arról nem is beszéljünk, hogy a Közép-Dunántúli írócsoport titkáraként is megvolt a magad feladata. Ezek, én azt gondolom, hogy ez mindenki számára ünnep, de egy költőíró számára mindenképpen, ha láthatja, hogy igen, megjelent egy olyan labban, vagy egy olyan folyóiratban, ami fontos az irodalom kedvelőknek. Igen, én úgy gondolom, hogy a mai napig ezzel minden szerző így van. Most az, beszéltünk költőről, íróról, képzőművészről, azért az ő tudása akkor tárgyasul, amikor viszont láthatja. Tehát amikor fölfedezi magát abban, ami másnak is tetszik. Ez olyan, mint egy tükör, amit többen nézünk, és mindannyiunknak tetszik. Tehát érdemes ebbe belevámolni. Tehát ez egy ilyenfajta érzés én nálam is egyébként. Ma már nem, hogyan mondjam, nem oly meghatározó számomra a publikáció, mint 15-20 évvel ezelőtt volt. Önmagában is szerintem meghatározó tényező volt 15-20 évvel ezelőtt bárkinek a publikációja. Valóban országhatáron túl is, hát idézelve az országhatárt, de hát az Opusz, a Kaligram, a Székelyföld, Muratáj, most hirtelen jut az eszembe, ezekben a lapokban én publikáltam, és meg nem tudom mondani, hogy ezekhez a lapokhoz hogy mint értem el. Nagy valószínűséggel kezembe jött, ott elolvastam, és küldtem egy-egy írást. És akkor hozzá kell tenni, utólag rá évekre publikációt követett. Ennek a lapoknak a szerkesztőivel, szerkesztőségével is volt módom találkozni, és nagyon örültünk egymásnak, mert ebből kialakult egyfajta kapcsolatépítő lehetőség, egyfajta kapcsolatépítő tevékenység. Természetesen ne arra gondoljunk, hogy itt esténként fölhívogattuk egymás telefonon, de időszakonként összefutottunk, és megcsíptük egymást, hogy vagy, mint vagy, hogy mennek a dolgok nálad. És ezt amennyire lehetett, ők is, mi is megpróbáltuk kamatoztatni. Voltak egyébként példaképeid? Az élő újkori irodalomra gondolsz majd. Akár rájuk is, igen. Hát érdekes, hogy Hiznyai Zoltán mindenféleképpen, Várik, Fábián László mindenféleképpen, akik olyan nagyobb nevek most hirtelenében nem is ugrik be több, akit pedig a főszerkesztők zöme költő író volt egyébként. De Isten látja lelkemet, nem akarom őket megbántani, de ezt a két ember az jutott eszembe, tényleg jók. Viszonylag gyorsan a fókuszba kerültél.
Ez miként tudatosult benned, hogy igen, ismernek, elismernek, és igenis várják tőled mindig a következőt? Inkább az utóbbi. Tehát egyfajta hajtás. Tehát az a fajta nem kényszernek nevezném, hanem késztetésnek inkább, ahol megpublikáltam abban az időben, ott egyfajta helyem teremtődött. Tehát azt a helyet számomra valamilyen úton módon fönntartották, és nem olyan, mint egy székfoglaló természetesen, de mégis időnként, na hát most a Zsolti nem ül itt, akkor amikor összefutottunk, hát drága barátom, olyan régen publikáltál nálunk, hát légy szíves, fárj, aztán küldje nekünk valamiféle írást. Tehát ez így, barát is volt, de voltak meglepő dolgok is egyébként. Fölkértek pár vers elküldésére, elküldtem, vártam pár hónapot, semmi. Rákérdeztem a főszerkesztőre, Zsoltikám, nagyon szeretünk, de ezek nekem annyira nem tetszenek. Ebből mi nem fogunk közölni. Igen, a stílusodra szeretnék rákérdezni, az mennyire volt tudatos az a fajta stílus? Én tudom, hogy minden költő más, minden novellista más. Ennek ellenére azt mondom, hogy 1000 méterről, mondom így, ez elég bután hangzik, de fel lehet ismerni, hogy mit írt László Zsolt. Egyébként erről most beszéltünk pont, hogyha megjelent ez az újság, Bobori Zoltánnal erről volt szó az egyik ilyen beszélgetésen, és csukott szemmel rámondtam volna, hogy ezt László Zsolt írta. Ez prózáról volt szó egyébként. Tehát ez hogy jött így, ez a stílus versben, illetve prózában? Nem tudom megmondani. Emögött az, hogy írjak meg, hogy tegyek valamit, az teljesen tudatos. Tehát az, hogy ez egy folyamattá váljon, az egy tudatos valami. De hogy mikor és hogyan, az nem. Hát most én örülök annak, hogyha egyre többen látják úgy, hogy ez egyfajta abszolút rám jellemző dolog, és ebből fölismerhető vagyok. Nem úgy, mint a költőtársaim némelyikeknek. Azt szoktam mondani, hogy egyből fölismertem, hogy a te verset, azt mondom, Zsoltikám, mondom, oda volt írva a neved. Igen, ha megnézzük, akkor a Vándorfüzér, Pagoda, a Csalánmezőn, Pernye és Pecsét, Mágusok horoszkópja, Leszegett fejjel, a Vidéki Pegazus, aztán a Hajnal a mélyben, és most itt van velünk ez a prózai kötet, de erről később beszélünk, ugyanakkor, tehát a Függőid a semmiben címmel. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy mostanság egyre több a prózai írásod. Ezt jól látom? Igen, jól látod. Sőt, egyfajta, hát nem váltás, de mindenképpen korszakváltás az életemben ez, hogy leginkább prózákkal foglalkozom. Ennek az az oka, hogy nálam a versek ideje egy kicsit úgy beszűkült. Tehát én úgy gondolom, hogy verset akkor kell és akkor szabad írni, ha az önmagában megáll. Tehát nem kell megírni a 101. verset azért, hogy a 100 mellett legyen még egy. Tehát amikor valaki saját pályáját valamilyen szinten befutja, hát a 100 méteres futó sem fut 500 métert. Tehát nagyon tudja, hogy a pályát véget ért. Az nem jelenti azt, hogy hónap után elfut még egyszer 100 métert. Tehát én most úgy vagyok, mint a 100 méteres futó, hogy a 100 métert lefutottam. Most kicsit pihenek, meg úgy látom, hogy egyrészt nagyon sok a vers, és ekközött nagyon sok a jó is, meg a rossz is. Tehát bőven van válogatni való, széles a paletta, és nagyon színes, de nyilván nem mérem magamat máshoz, mert ezt nem szeretem. Csak úgy látom, hogy ez a mező eléggé teli van. Azt is látom, hogy szükség van egyfajta megkönnyebbülésre. És számomra a vers az mindig komoly dolog volt. Tehát én nem tudtam sose komolytalan vicces verset, én erre nem voltam képes. De úgy tartom, hogy egyébként a vers az a terület, ahol csak őszintesség van, csak keménység van, és csak szilárdság, és csak tisztaság van. A próza az ezzel szemben egy kicsit lengébb, szabadabb,
talán olvashatóbb is, jobban utoléri talán azt, aki kíváncsi a lírára, könnyebben lehet értelmezni. Mert valljuk meg, egyszer beszélgetésünk során is elmondtam neked, vagy rá is kérdeztél, tehát egyre inkább az emberek úgy vannak, hogy mindent, de mindent készen szeretnek megkapni. Se szellemi, se fizikai erőfeszítést nem hajlandóak tenni, illetve egyre kevésbé akarnak megtenni abba az irányba, hogy valamit fölkutassanak, föltárjanak, megemészenek normálisan, rendesen, azt átlássák. Nem. Jön a tévé, jön ez, jön az, jön az. Na most egy kicsit beálltam a sorba ezzel, megmondom őszintén, mert úgy gondolom, hogy a novella, vagy elbeszélések, ezek emészthetőbb dolgok, könnyebben utolérhetőbb dolgok. És azért nem termelek veszteséget magammal szemben, meg a lírával szemben, mert tudom kötni a költészethez is. Tehát én úgy gondolom, hogy aki ilyen típusú novellákat, elbeszéléseket elolvas, az el tud jutni a versek is. Tehát ez egyfajta feladatnak látom már megint magam előtt, hogy ezen keresztül a mélyebb líráig, tehát az egyszerűbbtől a bonyolultabbig, és ez az első lépcső, hogy följussunk az emeletre. Igen. Most ezt csak én gondolom, aztán lehet, hogy nincs igazam, persze, tehát természetesen. Ez a bizonyos értelme függő híd a semmibe, igen, mármint az olvasónak is. Igen. Ugyanakkor az idén a Távlatok című verseddel ez valamiféle búcsú is volt, hiszen a Vajda János díjat a Távlatok című verseddel érdemelted ki. Ami tiszta, teljes egészében László Zsoltos. Nem búcsú volt, mert hát utána még végső soron kijött egy verses kötetem, tehát ez egy régebbről választott vers volt, és én Vajda személyiségének szerettem volna egyfajta, hogyan mondjam, nagyságot újraadni, és ennek azért éreztem leginkább szükségét, mert ugye a Covid miatt 2-3 alkalommal elmaradt ez a verseny, ha jól tudom, vagy díj. Hát már elmaradt, ugye, tudjuk minden, hogy a Covid az mit művelt, ugye, sok mindent. És úgy gondoltam, hogy az interregnum után jó lenne egy erőteljesebben hangzó dologgal megjelni. Meg hát én még a Vajda János díjra nem pályáztam sose. Hát most akkor a pályatársaim mindegyike szinte ezen a versenyen már többször is részt vett, akkor pont én miért ne tehettem volna meg. Egyébként hozzáteszem, én is meglepődtem, mert én meg úgy gondoltam, hogy ilyen dörgedelmes, fajsúlyos verseket a zsűri nem fog ilyen mértékben jónak értékelni. Hát meglepődtem az is, és nagyon örülök neki. Ez nyilván megerősítést jelentett. No, olvastam én rólad, és ide kimásoltam magamnak mégpedig azért egy elvarázsolt kritikusnak a szövegét a te verseidről. Ő így fogalmaz, hogy a Pegazus, mint mindnyájan tudjuk, a múzsák szárnyas lova a görög mitológiában. Manapság azonban már mást értünk rajta, a Pegazus ugyanis már régóta a költői tehetség és az ihleti jelképe az irodalmi szóhasználatban. Ha emlegetjük, nem a múzsák szárnyas csikójára gondolunk, hanem az illető költő, ebben az esetben László Zsolt tehetségére, aki történetesen vidéken él és nem a fővárosban. Ez egy olyan gondolatsor, ami azt hiszem, hogy teljes egészében illik rád, abban az értelemben, hogy a múzsák szárnyas lova téged nem kímél. Egyik oldalról ez bebizonyosodik minden egyes kötetedben, legyen az vers, legyen az próza, és ráadásul mindig a saját utadat járod. Ez tudatos? Ezt harmadszor kérdezem, ezt a tudatosság. Gyaníthatom, hogy igen, de azért tőled szeretném hallani, hogy jó gondolod. Én azt vallottam mindig is, és remélem, hogy igazam van, meg igazam is lesz, hogy személyes élmények nélkül a líra gyakorlatilag nem létezik. Egyébként az értékvesztésnek az egyik alapja az, hogy nincs személyes élményvilága ma az átlagembernek olyan mértékű, olyan elmélyült, mint 5-10 évvel ezelőtt. Valószínűleg a technika is közre játszik ebben, illetve a technikának a rossz alkalmazása, értelmezése. Tehát ebben igazad van, saját magam útját járom. Igen, mert azt mondom, hogy ha nincsenek személyes élményeim, nem tapasztalatra épül, amit teszek, veszek, írok,
akkor az számomra nem sok mindent jelent. Természetesen átköltök dolgokat, átírok dolgokat, de az alap mindig valami megtörtént esemény, aminek részese voltam, tanúja voltam, vagy tapasztaltam, láttam. Tehát én nálam bármit írok, bármit teszek, a kiindulási alap egy valóságos mag. Igen, hát ez nagyon fontos. A függő híd a semmibe is így született? Igen, hozzáteszem, hogy mindenki azt hiszi, hogy a váltás után kezdtem el írogatni ezeket a novellákat. Nem igaz, mert ebbe 15-20 évvel ezelőtt vázlatokban megírt, gondolatokban megírt dolgok is vannak, amiket csak össze kellett raknom gyakorlatilag, formába kellett öntenem. Tehát ez is egyfajta válogatás. Tehát úgy, mint az első verses kötetem, az első novellás kötetem is egyfajta válogatás. Ebben van pár hónapos írás is, meg van 15-20 évvel ezelőtti írás is. És az mindig ugyanaz a László Zsolt marad, a pár hónapos, illetve a 15 évvel ugyanúgy gondolkodsz, vagy egy kicsit azt azért csak-csak át kell dolgozni, hiszen változik az idő, ez a tempora mutantur jegyében mondom. Nem. Én az alapgondolataimat pont azért, mert reális eseményekhez, tehát megtörtént dolgokhoz kötöm általában, nem is. Ma is ahhoz kötöm. Lehet egy miniatúr kis történés kint az utcán, lehet egy egetverő nagy eseménysorozat. Én akkor is valamiből kiindulok. Tehát nem erőködök azon, nem olvasmányélmény, nem filmélmény alapján írok. Ugye úgy is lehet írni, de az már szerintem nem irodalom, hanem egy másik műfajba tartozó valami. Tehát én személyes élmények nélkül még az nem hiszem, hogy bármikor is valamit leírtam volna. Hadd mutassam meg, kedves nézőink, ezt a könyvet. Ugye ez talán egy ünnepkönyv is, hiszen a közelgő 60. születésnapot nem árulok el titkot, ugye? Hát, most tehát a novellát. Nem titok. De. No, én azt gondolom, hogy fontos. Ezt a kötetet mi ihlette? Hát gyakorlatilag annak az igénye, hogy egyrészt megvoltak a gondolataim, ugye, ahogy beszélgettünk itt, másrészt az, hogy könnyíteni akartam. Én, ahogy az előszó helyett részbe írtam, az is egy kissé humoros, de talán jobban is megírhattam volna. Gyakorlatilag az életem delén jöttem rá arra, hogy nem kell mindent mindig abszolút komolyan fölfogni. És ez az üzenet, amit ideírtál, hogy panelproli puszták vagy tanyák népei vagyunk kérdőjel, szerintem mindegy, a szivárvány színeinek összetételét egyikünk sem tudja megváltoztatni, és minnyájunknak tetszhet ez a jelenség. A sors kivetettjei, az örök vesztesek csak azok lehetnek, akik sehol, semmikor és semmihez nem tudnak alkalmazkodni. A leírt sorokban pedig egymásra találhatnánk újra. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már olvastam, úgyhogy nagyon is tudom, hogy ez valóban így van. Ez tulajdonképpen egy tanítás is számodra a novella? Remélem, hogy az. Kételjeim vannak, mert ugye ez egy érdekes dolog, egyébként maga az irodalom is. Amikor megkérdeztünk egy nagyon, nagyon művelt tanárt nevét, most nem mondom szegénynek, mert nem illene ide, hogy hát hogy lehet József Attilát tanítani, a válasz az volt, hogy sehogy. Miért tanár úr? Azért, mert József Attila tanít minket. Nos, hát én azt hiszem, hogy ezt megismételhetjük, hogy bizonyos értelemben azért lehet olvasni László Zsoltot, de László Zsolt tanít minket. És én ezt köszönöm neked, és további sikereket kívánok novellában vagy versben, tulajdonképpen nekünk itt Székesfehérváron, és azt hiszem, hogy a magyar olvasóknak mindegy, csak legyen. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is nagyon szépen köszönöm a gratulációt, a figyelmet. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A vendégem László Zsolt volt, a Vörös Marti Társaság tagja, aki augusztus 20-án Magyar Arany Érdemkereszt elismerést vehetett át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.